Klastromhegyi apátsági pincenap és folklór délután. Így kezdődött az idén a Mogyoródi Szent László hét. A pince soron szombaton délelőtt sorra gyúltak a tüzek a bográcsok alatt. A nyugdíjas klub hölgytagjai például babgulyást főztek. Miközben az 50 személyre szánt étel rotyogott a bográcsban, addig a többi szorgos kéz elkészítette a csipetkét, és persze sütemény is akadt bőven. Báránypörkölt illata terjengett a Pisok Májkert barát körsátra mellett. Azt is megtudtuk, a húshoz nem szabad vizet adni, ami lét látunk, az csak a húsleve. Ebbe jön még a rókagomba, a szaft szaporításához pedig vörösbort használnak majd. Palotás Mária a kertbarát kör cégérét is elkészítette erre az alkalomra, mégpedig marcipánból. A táblára kerültek mindazok a zöldségek és gyümölcsök, amiket a kertbarátok termelnek. Csak a szőlő maradt ki, de mint hallottuk, a borról nem feledkezett meg, az megy majd a pörköltbe. Ő maga egyébként virágtermesztéssel foglalkozik, lám elhozta a ritkaság számba menő fekete liliumot is. A szőcs és hevérborászat viszont nagy csapatmunkával készült a délutánra. A számos finomság között halászlé is szerepelt az étlapon, itt éppen a szálkátlanítás folyik. Emit pedig már minden kész a főzéshez, de nem gyújtanak még alá. Bár közel a dél, a zsűrizés ideje, ők bizonyára nem a zsűrinek, hanem maguknak és a barátoknak főznek. Slambuc készül. A hortobágyi ősi eledelhez elkészítik, kinyújtják, szárítják és tördelik a tésztát, így kell kinéznie. Kell még hozzá a hagyma, a krumpli és a füstölt szalonna. Nos, most várnak rajtra készen. Vargáék pincéje mellett már izgalmas állagú a birkapörkölt, amiről megtudtuk, hogy nem kell előre dinsztálni a hagymát, együtt kerül a bográcsba a hússal. Most már jó sűrű, annyira, hogy megáll benne a kanál. Némi segédeszközzel. Varga uram pedig a töltött káposzta körül szorgoskodik, de receptről szó sem lehet. Mint mondja, ez kapitány Attila receptje, erről csak ő nyilatkozhat. Így hát megkeressük a copyright tulajdonosát, aki elmondja, itt minden úgy készül, ahogy annak idején az édesanyjától tanulta. Nem csak gombócok vannak itt darált hússal, hanem külön is jóféle húsdarabok, még füstölt is, így lesz izgalmas az ízvilág. A szilágyi pincészetnél grillezéssel készülnek, nem a zsűri, hanem a vendégek, barátok kedvéért. Addig is vidám beszélgetéssel múlik a délután. Közben természetesen megkezdődött az érdeklődők, látogatók áramlása is a pince soron. Ide is, oda is betértek egy kis kóstolóra, fél ötkor pedig sor került az ünnepélyes megnyitóra is. Kedves magyaródiak, kedves fellépők, kedves vendégeink! Külön nagyon sok szeretettel köszöntöm a két testvér településünket, Santa Lucia de Piave külgratulációját, és külön köszöntöm a Maldéfalvi különítményt is, hogy igen, színesítik az idei műsorunkat, a 25. Szent László hétnek a műsorát. Ismét elérkezett a június utolsó hete, falunk kiemelkedő eseményével, a Szent László héttel, mely idén 25. alkalommal kerül megrendezésre. Külön köszönöm azon lelkes magyaródi csapatnak a munkáját, akik 25 évvel ezelőtt kitalálták, és azóta szervezik a Szent László hetet. Külön is meg szeretném köszönni Herman Katicának és Marosán Lászlónak a munkáját, mert ma nem ünnepelhetnénk együtt, ha ők nem ilyen lelkesek és kitartók. Remélem, sokan tekintik úgy az idei Szent László hetet, mint a megnyugvás, a megbékélés és az újrakezdés idejét. Ilyenkor Magyaródról elszámozottak is hazajönnek, meglátogatják rokonékat, meghívjuk barátainkat és kikapcsolódunk. Közösen élünk át szép, örömteli pillanatokat. Magyaródiként mindannyian kivesszük a szerepünket közösségünk életéből, építjük és szépítjük falunkat, hogy éppen közösségi munkát végzünk. Az év minden napján megvan a lehetőségünk, hogy találkozzunk ismerőseinkkel, de ha máskor nem is, de a falunapon biztosan tudunk egy jót mulatni, kikapcsolódni, és elfelejteni a mindennapi gondokat. Idén új helyszínen kerül megrendezésre a forkornap, együtt tartjuk a bornapokkal itt a pince soron. Fogadják nagy szeretettel kis műsorunkat, melyeket helyi és vendégfelépénk mutatnak be számunkra. A szervezők
és jó magam nevében örömteli kikapcsolódást, és jó szórakozást kívánok a mai naphoz, és az előttünk álló hét színes programjaihoz. És tehát induljon a 25. Szent László hét, köszönöm, hogy meghallgattak. Aztán megkezdődött a folklór délután, amelyen a helyi erők mellett Sűrűsápi és Vadéfalvi fellépők is részt vettek, és kiegészítette a kört az Agyva Banda. Egy későbbi adásunkban az egész műsort közreadjuk majd, most csak kis részletet láthatnak. Estére remek választásként a Holdviola együttes vette át a hangulatteremtő szerepet, mégpedig nagy sikerrel. Az idei Szent László hét nyitónapját utcabál zárta, bár ebbe az eső kicsit beleszólt. Ez utóbbiról nincsen képünk, még idejében biztonságba helyeztük a kamerákat. A Magyaródi Egészhetes Fesztivál további eseményeiről jövő heti magazinunkban tudósítunk majd.